Milyen kapcsolata van Török Bálinttal, illetve honnan jött az ötlet, hogy itt rendezi meg a kiállítását? Régi jó barátomnak a felesége a művelődési háznak a művelődés szervezője, és mi most költöztünk Sóskútra, ami a közelben van, és ez így egy ilyen nagyon hirtelen jött ötlet volt, hogy állítsak ki. És hát örültem neki, mert volt egy olyan anyagom, ami így meg tudja mutatni így keresztmetszetében az eddig eltöltött éveknek az anyagát. Mi a legfőbb üzenete, mi a legfőbb mondani valója a mai kiállításnak? Titkon azt terveztem ma mára, hogy a megnyitó után tulajdonképpen arra kérem a nézőközönséget, hogy úgy szólaljanak meg, hogy a képeim szóljanak rajtuk keresztül. A tudatalattival, az emberek legmelsőbb titkaival érintkezzenek, és a néző az ki tudja hozni önmagából azt a valamit, amit a kép megidéz számára. Ha egyetlen képét kiválasztaná, ami reprezentálja a kiállítás egészét, melyik kép lenne az és miért? Tulajdonképpen a kiállítás két részre tagolódik. Az első része az jobban kapcsolódik a régebbi alkotói módszeremhez, mert tulajdonképpen úgy készülnek ezek a képek, hogy nem akarok egy konkrét szándékot, mondani valót az elején már a képbe erőltetni, hanem arra törekszem, hogy a kép elő tudjon bújni az alkotói módszer által valami titkos üzenet, és ezek a fél absztrakt állapotban hagyott képek, például ami mögöttem is van, ezek arról szólnak, hogy egy ilyen nyitott állapotban maradó képértelmezési lehetőséget adnak a nézőnek, hogy szabadon értelmezzék a képi jeleket, a fent, a lent, a kicsit organikusabb formákba belelássanak valamiféle velük érintkező mondanivalót, és így kijön a tudatalattiból az a rejtett üzenet, amilyen dekódoltan mindannyiunkban benne lehet. Tehát tulajdonképpen egy ilyen interaktív kapcsolatba kerülhetnek a képekkel. A másik rész, a kiállítás másik részén, ott arcokat lehet látni, és kíváncsi voltam arra, hogyha konkréttel teszem a formát, és maga az emberi arc lesz a képépítő elem, ami már konkrétabb, akkor is jöhet-e rejtett üzenet, ami nem szándékolt, hanem egy ilyen megnyilatkozás a kép részéről, és az volt a tapasztalatom, hogy igen, jöhet, és például van az, amelyiken 7 fej egymásnak fordulva, vagy egy ilyen gömbben, vagy egy ilyen korongon látható. Ott például később állt össze nekem is, tulajdonképpen, hogy a 7 főbűnt akartam ábrázolni. De akkor, amikor készült, akkor még ez nem volt benne. És ilyen értelemben maga a kép az, aki meg tudja nyitni még a kiállítást, mert üzen az embereken keresztül. Ma, amikor ideérkeztem a művelődési házba, és még nem volt itt senki, és a lámpák még nem világítottak, és ez a szép februári délutáni félhomály derengett itt a kiállító térben, akkor én az a szerencsés ember lehettem, aki egyedül voltam itt ezekkel a képekkel, amit ma itt kiállítunk. És ezek a képek, mint az első pillanattól fogva, ahogy megismertem és találkoztam Csillával, beszéltek hozzám, üzentek nekem. És amikor itt álltam egyedül ma délután, akkor eszembe jutott egy Pilinszky János vers, amiből most engedjék meg, hogy egy részletet felolvassak. Aztán a roppant csöndön át, puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is, vigyázva a földet értek, a fényességes angyal is, ő is a földre lépett. Én azt gondolom, hogy ma egy olyan nap van, amikor ugyan a hó nem esik, de itt februárban, így hó nélkül, azt hiszem, hogy ma ugyanígy itt vannak velünk és körülöttünk az angyalok. A pedagógus pályán ismertem meg a Csillát, és olyan mentortanárom volt, így igazán különleges kapcsolat fűz engem hozzá, és nagyon sok közös gondolkodásunk gyarapított engem is, és ezért nagyon köszönöm, hogy engem kértél meg, hogy megnyissam ezt a kiállítást. Ugye Álomzseli, ez a címe ennek a mostani kiállításnak, és hát ugye az álom az egy olyan különleges állapot, amikor egészen távoli tudattartalmaink összekapcsolódnak, a világi konvenciók teljesen a fejük tetejére állnak, és a valóság az egészen átrendeződik.
És igazából ugye akaratunktól függetlenül munkálkodik az álom, és mindenféle kontroll nélkül. Arisztotelész szerint az alvó embernek a lelke mutatkozik meg az álmaiban. És tulajdonképpen így az álom az, ami a legáltalánosabban kinyilvánítja a tudattalan világunkat is. És a Csilla is tulajdonképpen ezen a kiállításon ezt a kollektív tudattalan témát próbálja szerintem az én meglátásom szerint körüljárni, és ennek a megidézésére tesz kísérletet. Mi már korábban is foglalkoztunk a tudattalannal a Csillával, és akkor is már a Carl Jungnak az egyik elmélete jött elő, ugye, hogy az emberiségben sok millió évre visszavezethető ilyen kollektív lenyomat jött létre, és ugye ezek olyan ismeretek, olyan tapasztalatok, amik bennünk rejlő közölhetetlen és kimondhatatlan érzések és meggyőződések, ő ugye úgy hívja ezt, hogy ősképek és arhetípusok. Most szerintem a Csillának az volt a kimondott célja, hogy a tudattalannal lépjen kapcsolatba, és ezen keresztül ezeket az ősképeket az egyetemes valóságról valahogy a festészet nyelvére megpróbálja lefordítani. És ez az ő víziója itt jelenségekről, folyamatokról, kapcsolatokról, amik részben függnek valamennyiünknek a személyes tapasztalataitól, de ugyanakkor pedig nem statikusak, hanem zajlanak, folyamatos változásban vannak, és olykor elemi erővel törnek fel. Még ha el is hallgatjuk magunk előtt, de akkor is érezzük, hogy vannak olyan erők bennünk, amik igazából a józanész ellenére gyakran átveszik a kontrollt a reakcióink és a viselkedésünk fölött. És ezeket az ösztönöket és sugallatokat eléggé nehéz azonosítani, különösen szavakba önteni esik ezt nehezünkre, és a művészet az mindenkor segítségünkre van az ilyen kimondhatatlan dolgok és jelenségeknek a kifejezésében. Hát a zene és a költészet mellett a vizualitás a legkézenfekvőbb eszköze a kimondhatatlan kifejezésének. És ez a kiállítás mindkettőnknek eszébe juttatta az itt oldalt elhelyezett korábbi munkáját a Csillának, aminek azt a címet adtuk, talán mondhatom így, hogy a tudattalan automata, vagy javaslom, hogy nézzék meg önök is, két dobozt láthatnak itt, ami tulajdonképpen megint csak a Carl Jungnak az egyik elméletéből indult ki. A férfi lélekben rakozó női lélekrész, az anima, és a női lélekben rakozó férfi lélek, ez az animusnak az ellentét párja. Tulajdonképpen mindenféle különösebb gondolkodás nélkül papír zsebkendőkre felrajzolt skliceket láthatnak, amik arra hívják a nézőt, hogy kihúzzanak egy-egy zsebkendőt ezekből a dobozokból. Egyébként itt vannak külön kiemelve ezek a kis rajzok, és tulajdonképpen kérdéseket tesznek föl a nézőnek ezek a kis rajzok, hogy hogyan válaszolná meg a látottakat, hogy mit hoz ki az ő egészen mély lelki rétegeiből. És igazából a tudattalan automatai, mondhatjuk, hogy az automatikus írásnak, meg a szabad képzett társításnak egy ilyen lenyűgözően egyszerű találkozása volt, és én ezen a kiállításon is ugyanezt a gondolatot látom még jobban kifejlődni. Tulajdonképpen minden egyes alkotás az intuíció szintjén ragad meg minket először, hogy minden képnek van valami olyan eleme, ami ismerősnek hat, de mégsem tudjuk egészen pontosan azonosítani a látottakat, és akkor, hogyha nyitott lélekkel fordulunk a képek felé, akkor olyan impulzusokat tudunk érzékelni, amik hatnak az érzelmeinkre, gondolkodóba ejtenek minket, és arra késztetnek, hogy keressük meg a gyökerét ennek az érzésnek, hogy mi az, ami kiváltotta belőlünk ezt az érzelmet, és hogy azonosítsuk ezt az érzést. A képeknek ez a fél absztrakt látásmódja, ez lehetővé teszi, hogy a néző magára ismerjen, mert, mint mondtam, mindig van valami a képeken, amit a tudatos énünk az azonosít, csak hogy mindezek után a vonalak, a formák, a színek, azok úgy örvénylenek tovább szerte a felületen, hogy ott már további végtelen számú értelmezésnek adnak lehetőséget.
És igazából technikailag is föl lehet fedezni ezt a többértelműséget, mert hogy látják, hogy ilyen egészen transzparens, ilyen rétegezett felületekből állnak ezek a képek, és ez is számomra szimbolizálja az átjárhatóságot, meg a többértelműséget a tudattalan világában. És az, hogy ez egy teljesen kimeríthetetlen világa a lelkünknek. És így aztán a vonalak, meg a színek, ahogy így autonóm módon áramlanak a felületen, a teljes esztétikai szabadság közepette szabad képzett társításainkra vagyunk bízva, és így elkezdődött az álomfejtés. Tulajdonképpen ez egy terápia, ez a kiállítás, én azt gondolom, a művésznek is, meg a közönségnek is, és kérdéseket vet föl mindannyiunk számára, és úgy gondolom, hogy életünk során valamennyien az önismeretre törekszünk, és ebben nagyon könnyű példákat követni, szóval ez a kiállítás inkább arra próbál rávezetni, hogy önmagunkban lejjük meg a választ, és a saját személyiségünk magjához közelebb tudjunk kerülni a képek szemlélése által.